sziasztok, kedves Laura és Norman nézők! Tudjátok, a múlt héten volt egy videónk, ami hát elég nagy port kavart a Gyurex Offszer miatt, de nem innen volt ismerős, hanem onnan, hogy mi szerepet cseréltünk a Normannal, én eljátszottam őt, ő engem, és hát utána kitettünk egy szavazást az Instagramra, az én Instámra, az ő Instájára, és hát az én Instámon 50-50 százalékban láttak minket jónak, pontosabban egyformának, viszont a Norman Instáján kikaptam, nekem 47 százalék, neki 53 volt, így hát a vesztes arról volt szó, hogy ő fogja kitalálni a videót, nem is értem, hogy a Laura miért nem a győztes tette ide, de hát ő dolga, így gondolta. Viszont, hogyha már én leszek az, aki videót ki fogja találni a héten, hát kicsit bajba vagyok, mert azért nehéz manapság már videót kitalálni, viszont már is megírom nekik üzenetbe, hogy mi lesz az első 24 órás kihívásuk, de még a lényeget még csak ezután fogom tartogatni, hiszen az a tervem, hogyha ezen a 24 órán túl vannak, utána megint kitalálok valamit, viszont ezúttal a Normannak fogom elküldeni majd az üzenetet, és hát kíváncsi leszek rá, hogy milyen bonyodalmakat és milyen fejtörést fogok ezzel okozni, arról nem beszélve, hogy a komfortzónájukból ugye jelentősen ki fogom őket szedni, de hát a mi videóink már csak ilyenek, hogy mindig van benne valami érdekesség, valami csavar a dologban, és hát természetesen, mint ahogy szoktam mondani, mindig kell, hogy legyen valami tanulság is az egész esetből, úgyhogy most mindjárt nekiállok, és már is elküldöm Laucinak az első üzenetet, amivel már tudni fogják, hogy elindult a videó ötletem. Szóval kaptam apáta egy SMS-t, úgyhogy most behívom Normit, és együtt fel fogjuk olvasni. Normi! Gyere egy kicsit! Gyere már! Apa küldött egy üzenetet. Milyen üzenetet, Lau? Olvasom, jó? Szia, Laucikám! Sajnos az előző videónkban Normit látták jobbnak a nézők. Igen? 53-47 arányban. Ezért rám esett a választás, miszerint nekem kell a heti videót kitalálni. Nem sokára küldöm a videó ötletemet. Szóval most nagyon megszívtuk. Uram, atyám, most ez komoly. Azt kellett volna, nem gondoltuk át, hogy mit kívül. Hogy nyertesnek kellett volna kitalálni a videót, és akkor... Sok. És akkor most meg fogjuk szívni, mert apa tudja, hogy valami nagy szivatást fog kitalálni, úgyhogy most várjuk, hogy mi a videó ötlete. Most komoly, ezt kell várni. Na. Jött valami? Az lenne az első videó ötletem. 24 órára szobát cseréltek. Na persze, fiam, itt üljek ebbe a rózsaszín szobába, nézd már körül. Akkor ott kell ülnöm ebbe az oroszlán szagú szobába. Legalább fornát összhatok egy jó. Milyen fornát összhatok, azt itt is tudsz. Ja nem, mert annyira béna, hogy nem tudsz bejelentkezni Epic Games szobába. Ez maga nem sikerült. Házba, kapusba. Lau, hogy ütnék le? Tudod, hogy beütött is jól jön? Hát akkor mi van? Én fogok itt ülni 24 órát, nem te? Na de most itt szobát cserélünk, akkor én tévézek a tévéden, meg minden, meg a Fortnite-izok, meg a haveréddel játszok. Hát persze, jó van, csináljad. Egy, amúgy most még gyors át, még bájtok egy jelszfot gépben. Ja, neked meg itt kell hagynod a laptopodat, jó? Szóval... Hát ezt nem, azt nem mondta, de hogy... De ezt itt kell hagynod, ami a szobád van, azt ott is kell maradnia, szóval addig nem kell rá tudsz szólni. Na, akkor így értelemben a kihívás. És a szobád hozz hozzá a laptopod, az a te tulajdonod. Milyen K-pop album? Miről beszélsz, Lau? Nekem itt nem mondtál senki K-pop albumokat, mert hogy tényleg ideg lesz, ezzel fog fűteni. De Lau, hogyha most kaptál két üzenetet, akkor most én is fogok egyet, vagy kettőt? Hát miért? Nem elég ez a szabad csere? Vagy most miről beszél itt a pap? Én nem tudom, nekem leírta ezt. Majd gondolom, lehet, hogy te is kapsz, vagy nem tudom. Jó, mindegy, én visszamegyek, megnézem a telefonom, azt max, hogyha nem ír semmit, bemegyek, azt megkérdezem tőle. De ne adj ki ötleteket, szóval ne is kérdezgést inkább. Jó. Hát, ha nem beszél semmit. Mondom, még írt valamit, Lau, vagy most mi van? Hát még nem írt. Ja, várj most. A szabad csere 20 órakor kezdetét veszi. Meghoztam a tanulmányokat, gépedet kapcsolt be, ágyadat csináld meg, mert itt borzalmasat, rak már rendet, amíg még vissza. Én rak már rendet, Lau, mi egy szobát cserélünk, te fogsz itt rendet rakni. Nekem nem fog rendet rakni. Nem fog rendet rakni, te fogsz rendet rakni, meg kapcsolt be a géped, meg hol van itt a távirányító. Miért kapcsolnám be? Mondj egy okot. Azért, hogy játszak. Jó, hát ha ott hagyod a laptopot és megmondod a kódját, akkor kapcsolod. Ott hagyom a laptopot. Na, kapcsolt be a géped. Na, indítsd be a Fortnite-ot, na most játszani fog. Most így este, meg hol vannak még a játékok, mint ilyenek? Nem idegesítő, hogy ilyenkor. Jó, akkor vidd át, amit akarsz. Discordon ne írogass se senkinek. Jó. Mit vigyek át? Nem tudom. Van tanulni valót. Ez fontos lesz. Báratomban muszáj leszek már valamit csinálni. Kéne még a töltő. Ezt a kardot is átviszem az áldozat lévő démonok miatt, tudod, mert hozzád biztos vonzódnak, tesó.
Na, ott találkozunk. Fúzom, hogy ötlet volt apáta, most nyomok egy jó Fortnite-ot, mindjárt beizzítok itt mindenkit, megadok, kíváncsi leszek, hogy Norm mit fog csinálni a szobámba. Játszani biztos nem fog, mert Fortnite nincs, úgyhogy Max Roblox-ozni tud, milyen jó vagyok már. Már kb. 2 éve nem játszottam ezzel a játékkal, úgyhogy most egész este ezt fogom játszani. Jó, nem. Nem egész este, fogok más is játszani. Szóval azért látszik, hogy én jártam jobban, mivel ő valószínűleg semmit nem fog tudni csinálni a szobámba. Én viszont sok mindent fogok csinálni itt, úgyhogy sokkal jobban. Jézusom! Még javulnom kell. Ilyenkor derül az ki, hogy mennyire más a sorrendünk, az érték sorrendünk, hogy neki fontosabb, hogy sok kép, ilyen pink logók, meg ilyen mindent, akkor kiragasz a falra, semmi nincs a szobájában, az NPC félesen meg gépen kívül, érted? Szóval ez így semmi. Én kell jönnöm, egész le van szakadva a fél izé, könyvek mindenhol, érted? Azt hiszik a 8 és 25 elsőjében viccesek azért, hogy ráírták ezt, hogy LOL, meg valamit ráfirkált a kínéből, érted? Lehet valami titkos nyelven beszélni, akkor lerobbantják az iskolát. Mi ez a füles? Mi ez a... Mi van a kártása? Össze, vissza, hajni, minden, hova? Egyszer is az. Össze-vissza van egy kis tekerve. Tiszta síros az a pillanatcsízet is, érted? És nem lehet más csinálni ebben a szobában, hogy feküdni az ágyba. Meg egy évben kétszer, hogy lehet zongorázni még, érted? Erre jó ez a szoba, hogy itt nem feküdjek, az valami csöves kis sorozatot megnézni, de hát igazából mindent láttam már Netflixen is megszól, minden van szó. Igazából újabb, nem tudnak mutatni nekem, mint a rendező. Nyomtam egy jó Fortnite gémet, hát nem vagyok a legjobb benne, de még fejlődnöm kell. Úgyis van még 24 órám, vagyis hát már csak 22, de nem baj. Már rollereztem is, meg minden. Meg amúgy tök jó a fekvés ennek a szobának, mert így tök jó, hogy erre lehet feküdni, meg minden kényelmes az ágy. Mindig édesült be a nap, itt mindig világosabb van, szóval. Amúgy eskimos jó, hogy itt egy kicsit itt vagyok. És viszont Normi amúgy is kitalálta, hogy ő a felső részbe akarja foglalni, hogy ezt az egészet, ugye? Szóval azt találtuk ki, hogy akkor az egész hátsó rész enyém lesz. Szóval úgyis itt fog feküdni, úgyhogy hú, jó. Hát jó reggel! Jaj, hát oda néz a fius ájneműbe, hogy alszik ez a kis tetametaján. Hát jó reggel! A gyereme kell menni okkolába. Jó reggelt! Ja, és milyen volt itt aludni? Hát amúgy jó. Aludtál már egyáltalán valami szobájába? Mm-mm. Még soha, nem? Na, megyek kíváncsi, hogy ezek a hercegek hercegére, hogy hogy fekszik ott a kislányos ágyneműbe. Laura, akarom mondani, Naomi telek, a téli-téli telek. Oda néz. Jó reggelt, oda néz egy nagy tárgy, popcorn az este még lecsúszott ennek a Naomi teleknek. Oj, hogy néz ki abba a kis narancssárga ágyikóba? Hát hogy aludt a főnökök főnöke? Közepesen. Közepesen? Oda néz, milyen kis malackája van ezzel, gondolom összebújtál ügyesen. Összebújtam vele. Na gyere fönci, kelj föl, jó reggelt. Oj, mekkora nagy kedve, megy suliba, kérem szépen, nem alig várja. Biztos. Mert unalmas. Na megint? Igen. Jó van, na kelj föl, menjél, jó? Én nekem is néha unalmas a meló, de hát menni kell. Tenni kell érte és nagyon akarni, tudod? Jó. Bocsász! Szevasz!
Nem zavarlak? Nem, tesó, már direkt rendet raktam. Hallod, barátom, megtaláltad a kártyát? Meg, telefont is találtam hozzá. Telefont is találtál? Itt a kártyát, itt a telefon. Úristen, milyen rég volt ilyen telefon. Ó, de szerettem, ez ott. De mennyire jó volt ez a telefon. Figyelj, iPhone 4. Régi időkben elfért a kézbe. Igen, jó. Oly, de jó. Én kis csoki, imádom. Tudod, most hétvégén volt ez az egész őrület, tudod? Ez az offszer, hol... Felrobbant a TikTok. Én mindenhol ezt látom. Én egyszerűen nem értem, hogy miért baj az, hogy van egy 14 éves gyerek, amikor bármikor beleesett egy lukba, érted, és hogy van offszer. Semmi új, ez újdonság az emberek. Na jó, mindegy. Isten. A lényeg következő. Tegnap az volt a feladat, hogy szobát kellett cseréljenek, tudod? Igen? Norman ott a Laura szobájába, Laura Normaniba. Viszont most hazamegyek, és fogok dobni egy üzenetet a Normannak, hogyha majd hazajött az edzésről, hogy holnap reggelig telefont kell cseréljenek. Tehát kvázi a Laurához kerül a Norman telefon. Igen. Na és itt jövök szépbe te, mert azzal a telefonnal ott igen, szépen kéne írjál a Laurának, pontosabban a Norman telefonjára egy üzenetet. Azt kell csinálni, írsz egy üzenetet, hogy szia kedvesem, majdnem lebuktunk, hogy mi használtuk el az ószert. Érted? És előtted van az, mikor a Lauci, tudod, így kinyitja. Nem fog elhinni, de el fog állni. Várjál, most live voltunk valamelyik nap, figyelj, és így is tudod, mi volt. Figyelj, olvassa, tudod, hogy ki mit írt, meg ilyenek, tudod. Mert ugye Laura is úgy látom, hogy szeretné tudni, hogy mi lett azzal az ószere. Sőt, mitől a Laura észre se vette, hogy ott van, nem tudom, mióta már az ószer a hangfalon, érted? Laura most szembesült azzal, hogy az egy ószer, tehát itt ennyire foglalkoztatta. Na, de most viszont bejön a csőbe. És még azt nem döntöttem, hogy a Normannal meg fogom-e beszélni, már csak lehet, hogy azért érdemes lenne, hogy egyáltalán mi történt a 9 offszerből ugye egyen, mert csak 8 volt ott, ugye a live-ba is kibontottam. Te mikor veszetted el, Barcsesz? Hány voltál? Nem vágjuk ki, csak szólok. Ja, voltál vagy. Na jó, figyelj, nem ezért jöttem, nem érdekel. Jó, volt, de mindegy, voltál, tudom. A lényeg... Hallod? Figyelj, benne vagy, az a lényeg, hogy hazamegyek, mikor bemegyek a Laurához, előtte írok rá egy üzit, hogy most mehet, jó? Jó. Annyi, hogy természetesen kamera lesz nálam, tudod meg ilyenek, és arra fogok vigyázni, hogy ez lehetőleg ez a telefonszám ne látszódjon, mert akkor rommá fogják ezt hívogatni. A max kidobom az erkélyen. Így van. Na, kártyát. Benne vagy, akkor csináljuk? Megcsináljuk, vagy kitalálok valami jó szöveget. Na. Tök jó, oda néz, hogy szereti a kis. Ó, hirtelen azt hittem, itt áll valaki, hallod? Ja. Hallod? Hát én itt éjszaka biztos, hogy lejönnék az életemre. Figyelj, jöttem be, tudod így, ez csak... De jaj, ott áll valaki. Oda néz, oda hülye, te vagy az? Ja, vagy te vagy a Geri, aha. Majd a néz a YouTube day. Mindjárt a gyerekek utolérik a nagymester. Nem nehéz, ugye, nem csak... Nem, jó. Nagyon jó az a skárpi, tesó. Mi? Jó, mi? Ez a beájé, vagy mi? Vagy ez is a beájé? Na jó, tesó. Srácok, túléltem az éjszakát. Nem mondom, hogy rosszul aludtam ló ágyában, de... Figyeljetek, otthon a legjobb, a saját kis kérőmben, vagy a saját kis szobámban volt a legjobb aludni igazából. Itt érzem magam igazán otthon meg jól, de mindegy, nem is ez a lényeg. Elvileg apától, mivel Lau is ugye kapott egy üzenetet, valami videóötletet, valami challenge-et, vagy én nem tudom már mit fogok tőle kapni üzenetbe. Szóval figyelnem kéne a telefon, mert azt mondta, hogy ilyen 8 óra fele fogjuk ülni, és 19:50 van, szóval nagyjából így bármikor megjöhet. Most küldte át. Az üzenet úgy szól, hogy szia fiam, a szobacsere után azt szeretném kérni, hogy reggel így cseréljetek telefon. 5 percetek van arra, hogy a nem kívánatos üzeneteket töröljétek. Fontos, hogy a telefonkódját kikapcsoljátok. Kellemes időtöltést estére! 85 röhögős emoji, érted? Azért oda teszi már az ékezetek, minden helyesen kis veszők, pontok, minden le van írva. Ezt nagyon komolyan veszi, érted? Szóval, hogy nekem most azt akar, hogy adjam oda a telefon Launak kód nélkül. A Lauval itt valami egyességet kell kössek, hogy nem tudom, hogy ne nézzem bele, és akkor én sem nézek, vagy valami, mert itt ki fognak derülni a dolgok, az, hogyha ez itt elmond valamit apának, nekem ennyi volt, vége, érted? Meg tudja a bizniszeket, meg az élek, és nekem vége van. Szóval most megyek egy a tárgyalak Lauval, szurkoljatok, és nem sokára találkozunk. Ja, mekás srácok, szólok neki is, hogy 5 percünk van átcserélni a telefont, hogyha nem, akkor ki tudja, milyen szörnyűség vár ránk. Mindjárt találkozunk. Komolyan mondom, hogy lehet ilyen trehány valaki? Ide minden kidobálva. Mit keres egy roller a házba, fiam? De most komolyan? Na mi van?
Hallod? Na mi van, mit vannak a telójába? Hát apa, én... Pedig azt hittem ki leszel égve, hogy most rágolátos telefonodat tényleg, hogy így lenyúltam. Kiégve. De mi vagy kiégve? Most apa, mert te annyi hülyeséget kitalálsz, hogy nem akartam odaadni, mert most megnéz mindent rajta, meg ilyen... Hát hülye, ilyen beépített kéne. Igen, még mesélj, mi volt? Mi van a telefonja? Nem mesélj, nem akarok én spicci lenni. Gondolom a kis sávok haraknak, mint az állat, mi? Tényleg? Mesélj valami. Írogatnak, úristen, Lau, gyere már hívás, Lau, meg mindenkit ignorál, meg ilyenek, érted? Jól szép teszi. Vagy, Lau, jaj, de szép vagy, vagy, puszi, szív, szív, jaj, de jó. Hogy vagy? Leszünk friendek, barátok. Figyelj, hallod. Wow, ez a maszkettő kiégek, jaj, nem kell reggelig a telefont kicserélni. Legyél már cinkos társam, figyelj, óriási sztori, figyelj, ez egy nagyon keményen feldobott labda. Figyelj, tudod mit? Jó, hogyha nekem megéri, csak akkor... Nem kell állandóan, mi az, hogy neked megéri? Várjál már egy kicsit. Mindig a saját érdekeket kell nézni. Ne, figyelj már! Az van, hogy voltam át a Gerinél, forgattam ott egyet, a lényeg az, hogy Geri is a cinkos társunk. A lényeg, hogy Laurának nem sokára a telefonodra fog jönni egy ismeretlen telefonszámról egy üzenet. Mit tudom én, meg van előre szerkesztve az SMS. A lényeg, hogy Laura fel fogja olvasni, és ő azt fogja tudni, hogy megtalálta az óvszernek a párját egy lány személyében. Figyelj! Szegény, de most így be akarod... Hallod, és akkor... Hát annyi a lényeg, húzd ki a rezsót nyugodtan, fiam. Na, figyelj már, viszont komolyra fordítva a szó, de halkan, hogy ne halljon. De a lényeg, be fog jönni, de tényleg ezt az offsetet, hogy elhasználtad az a lányjal, meg így, meg úgy, és akkor az a lényeg, próbálj meg nagyon komoly fejet vágni hozzá, és mondd azt, hogy igen, Lau, hát egyszer meg kell történnie, hát persze, hogy igen. Na, de egyébként tényleg mi történt azzal a tizedik offsetet? Hát gondolom, te is az lett, hogy nyomtál egy vízibombát, aztán itt előadtad, hogy gyújtasson, mekkora lóvermen vagy. Jó, de figyelj, nem volt semmi, azt most tudom. Én figyelj, ismerlek annyira. Majd ezt meg elmesélem, amit a nagyvilág előtt akarom ezt veled megbeszélni. Jó, mindegy, tényleg a témára. Miért csak kettem, hogy mi a kamera? Hát jó, a kamera, ami majd közvetít. Figyelj, megyek, a tettek mezei lépek, de az a lényeg, hogy nagyon komoly legyen, mint a vakbélgyulladás, tesó. Jó? Na, hívom a kis cinkos társamat. Borcsesz, figyelj már! Na? Mehet az üzenet, meg van csinálva minden, be van avatva a Normi gyerek is, úgyhogy megyek a Laurához, mehet egyből az üzenet, ahogy most letettük. Okay. Jó? Okay. Ölelés, köszönöm. Na, ez is megvan. Gyorsan, pattanás van le a Lauhoz, mert ott szeretnék lenni, amikor megdöbben a kisi arca neki. Lauci! Ó, hogy szereti a Normi gyereknek odanéz olvasgatni a telefonján. Hallod? Miket írnak egyébként? Hát igazából nagyon sokan írnak ilyen csoportok, meg... Hallod? Ez a kölyök, ez pesti, mindenben minden. Benne van, hallod? Hát ennek a pesti barátai, osztálytársai, ilyen sulistársak, olyan nézek, mindenki nagyon is. Nagyon sok. Hallod, és van valami szaftos sztori benne? Mi? Igazából még nem néztem át teljesen, még túl korán. Nem, mert figyelj, ő tuti nem tud mindent kitörölni belőle. Valami olyasmit észreveszel, vagy ilyesmit tudod, akkor vagy mindenféleképpen jelez már nekem, meg ilyenek. Harapnak a csajok rendesen, még minden? Minden sok vasat tart a tűzbe, hogy mit csinál? Amúgy, ahhoz képest igen. Ahhoz képest? Na, mindegy kicsi lány, figyelj, nézegesed, hogyha valami szaftos történet van, akkor majd gyere légy szíves át, jó? Mi az? Mondd már el, hogy mit olvasol! Mi? Hát, jött valami üzenet. De ki, vagy hogy, ki írta? Nem tudom, valami Nóri. Várj, felolvasom. Szia, drága! No, ez érdekel, gyere, mondd már meg! Nóri vagyok, csak apa telójáról írok. Láttam, hogy nagy dráma... Az ő apjának a telójáról? Igen? Láttam, hogy nagy dráma megy TikTokon az egész óvszer miatt. A kommenteken nagyon sírok. Pedig ha tudnák, hogy én is részese voltam a dolognak. Te nem is tudtál erről? Hát hogy tudtam volna? Szerinted nekem elmondott akármit is? Hát figyelj, most mit mondjak erre? Hát erre az, hogy most átmenjünk hozzá. De miért? De mi nem kell, hagyjad már! Nem érdekel! De mi most, mi bajod van ezzel? Nem úgy volt, hogy nekem mindent elmondasz? Hoppácska! Normi gyerek titkolózik, na? De tényleg,
Jó. Ló, egyszer ezzel mindenki átesik. Jó, én ezt értem, de azt hittem, hogy neked valami nagy szerelmed lesz, nem ilyen van Nóri. Honnan tudja, hogy ki ez? Nem is hallottam még ilyen nevet, mint Nóri. Miért nem is beszéltél se abszolút a Lónak erről? Hát miért beszélj? Nem is beszéltél még semmilyen Nóriról. Jó, hogy áll. Bemutatom anyának. Bemutasd meg anyának! Hallod, azonnal lefújt az anyjának. Megyek, figyelj, köszönj el a nézőktől, megyek helyre hozom a dolgokat. Akkor gyorsan elköszönök. De siess, jó, mindjárt jön köszönjük anyádi. Szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogy tetszett, nyomjátok egy lájkot, és iratkozzatok fel. Nagyon szépen köszönjük még egyszer a 300,000 feliratkozót. Én Normi voltam. Sziasztok! Tell them to watch it, now I ain't talking my pockets, just know we ain't running out the way that we stock it. If I got it, you got it. If I call it, she slide and tell her to mop it. Yeah, I got that doing. Damn, she took that thing off and bring it around. Going at it till I'm on. Put that 90 in a hole, I'm beating it down. I'm back in that bag again. Oh.